Közmeghallgatást tartott Székesfehérvár képviselőtestülete, itt kért szót a Fejér megyei Szabadidősport Szövetség elnökségi tagja, korelnöke Csok Imre. A Szabadidősport Szövetség a lakossági sportjában szervez különféle programokat. A lakossági szabadidősport támogatásáért elismerést azok a magánszemélyek, civil szervezetek, egyesületek, szövetségek, cégek, vállalkozások és önkormányzatok kaphatják meg, amelyek jelentős mértékben támogatják Fejérvár megyében a lakossági szabadidősportot. Az elismerést elsőként Székesfehérvár önkormányzatának ítélte oda a szövetség, a díszes serleget Cserpalkovics András polgármester vehette át. A közmeghallgatást követő rövid szünet után elkezdődött a közgyűlés. Egy perces néma tiszteletadással a nemrégiben elhunyt Petres Évára emlékeztek a képviselők. A napirendi pontok tárgyalása előtt átadták az Érdi János emlékérmet is. Az elismerésben évente egy, a Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely megőrzése, bemutatása érdekében kiemelkedő munkát végzett személy részesülhet. Az elismerést a helyi idegenvezetés emblematikus személye, Kolcsárné Német Mariannak kapta, aki több mint 3 évtizede mesél Székesfehérvár szépségeiről, a nemzeti emlékhely történetéről, jelentőségéről, az ide látogatóknak és az itt élőknek. Változások lesznek a parkolásban is, könnyebb lesz az áruszállítás a belvárosi üzletek részére, és megkönnyítik majd a parkolást azok számára is, akik gyermekeiket bölcsödébe, óvodába vagy általános iskolába viszik Székesfehérváron. Többek között erről is döntés született. A közgyűlésen fontos, valamennyi székesfehérvárit érintő változásról is beszélt Mészáros Attila alpolgármester. 2024. február 1-től ugyanis az OMS látja el az orvosi ügyeletet, ami kiköltözik az orvosok házából. A gyermek ügyelet a gyermek sürgősségi, a felnőtt ügyelet a felnőtt sürgősségi mellett kap helyet a Szent György kórházban. Az ügyeleti helyiségek kialakításához a város önkormányzata mintegy 15 millió forintos támogatást biztosít a kórháznak. Cserpalkovics András polgármester kiemelte, hogy elkezdődött az év pénzügyi lezárása. A költségvetési módosítással beemelték a büdzsébe azt az adótöbletet, ami befolyt az önkormányzathoz. Kérdésünkre a polgármester arról is beszélt, hogy az iparűzési adó jelentős növekvényt mutat a tavalyihoz képest. A gazdasági növekedésnek köszönhetően az iparűzési adó is egy jelentős növekményt mutatta az idejében az előzetesen tervezethez vagy a tavalyi összeghez képest. Nagyjából 26 milliárd forint körül zárjuk az iparűzési adó bevételt, ez minden korábbi rekordot egyébként megdöntött. Ez részben a gazdasági növekedésnek köszönhető, részben pedig az infláció következménye. Így egy kicsit nehéz számolni, hogy pontosan milyen bevétellel számolhatunk majd 24-el, hiszen szerencsére az infláció az maga csökken, viszont újabb és újabb beruházások pedig indulnak a városban, de az biztos, hogy ugyanúgy konzervatív módon fogunk becsülni. Cserpalkovics András kiemelte, hogy a növekmény jelentős részét tartalékba helyezték. Márton Roland az ellenzéki frakció nevében elmondta, hogy az építményadó csökkentéséhez kapcsolódóan volt javaslatuk, amiben azt jelezték, hogy az 50 négyzetméter alatti ingatlannal rendelkező vállalkozásoknál állítsák vissza az adómentességet, valamint az ünnepi időszakra vonatkozóan volt 2 javaslatuk. Az egyik az ingyenes parkolásnak a péntek-szombati napon való biztosítása az advent időszakban, illetőleg a busz közlekedés ingyenessé tétele ugyancsak az adventi időszakban. Abban az örömtel, hogy a busz közlekedésre úgy látom, hogy van fogadókészsége a városvezetésnek, ezt jövőre lehet, hogy be tudjuk vezetni, de most sokan decemberre vonatkozóan megvásárolták a bérleteket, velük szemben igazságtalanság lenne ezt most aktiválni. Molnár Tamás a Fidesz frakció vezetőjeként arról beszélt, hogy jövőre is elismeri a város pénzbeli ellátással az időskorúak közösség és városépítő szerepét, és hozzájárul az időskorú személyek szociális biztonságának megőrzéséhez. Az időskorúak támogatása továbbra is folytatódik, és nem csak folytatódik, hanem az összege is emelkedik, és a 2024-es évtől már minden időskorúnak 10 000 forint támogatással fogunk tudni segíteni a mindennapokban. Én azt gondolom, hogy egy nagyon szépen növekvő üteme van ennek a támogatásnak, és én azt gondolom, hogy a jövő években ez fog tudni még tovább emelkedni. Én nagyon örülök, hogy ezt a támogatást tudjuk adni, és ezt köszönjük minden olyan vállalkozónak, nagyvállalkozónak, kisvállalkozónak, aki az iparűzési adójával és egyéb adók befizetésével segíti a városok működését. Az ellátást egy összegben folyósítják majd vissza nem térítendő pénzbeli támogatásként. Tavaly 17 000-en éltek a lehetőséggel Székesfehérváron.